Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban egy kiadós, egy laktató, egy nagyon finom palószalas elkészítését fogjuk nektek bemutatni. Ezt az ételt mi most sertékszomból fogjuk csinálni, amihez majd a végén főzünk hozzá burgonyát, illetve zöldbabot is. És a végén egy tejfölös habadással sűrítjük be, amivel csempészünk bele egy kis pikán savanykás íz. De ne szaladjunk ennyire előre, lássuk a hozzávalókat, és akkor mutatjuk, hogy kezdjük el ezt a kis remek ételt. Megismertük a hozzávalókat, elkezdjük főzni az ételünket. Első lépésben ugye a hagymából meg a fűszerekből csinálunk egy pörkölt alapot, amin majd a húst meg fogjuk egy kicsit puhítani. Ez kb. 50 percet, egy órát vesz igénybe. Még a pörkölt készül, addig lesz időnk bőven a burgonyát meghámozni és felkockázni. És ha már magyar étel pörköltől van szó, akkor nem maradtak el a finom magyar pálinka, egy kedves ismerősömtől kaptam kóstolót. Laci bácsi, Isten tartsa meg jó szokásodat, leteszteljük a pálinkádat. Ja, kedves egészségetekre! Nagyon finom, megyek majd még kóstolóért. Láthattátok, meg vagyunk a pörköltünknek az előkészületével. Ezután egy fazékbe egy kis zsíradékony, jelenesülő most olajat használunk, de ez ugye lehet akár zsír is, szalonna is. Megpirítjuk egy kicsit a vörös hagymát, utána a fokhagymát, majd beletesszük a húst, amit fehéredésig pirítunk, és ezután hozzáadjuk a fűszereket, a sót, a borsot, a fűszerköményt és a piros paprikát, és felöntjük kellő mennyiségű vízzel, hogy tudjunk főni a pörköltünk.
láthattátok, most már fő a pörköltünk, beletettük a babérleveleket is. Ezután maradt bőven annyi időnk, hogy a burgonyát meghámozzuk és felkockázzuk. A pörköltnek még körülbelül felére púl a hús, addig kell egy olyan 50 perc, egy óra hosszú, még már nem tettem, addig a többi dolgot meg tudjuk csinálni. Kacsog a pörköltünk, a hús kellőképpen megpult olyanra, hogy most már hozzá tudjuk adni a felkockázott burgonyát, illetve a zöld babot. Ezek után vízzel felöntve, puhára főzünk mindent, és a végén egy tejfölös habarással behabaljuk. Ettől kap egy finom kis savanykás íz. De azt is mutatjuk, hogy hogy csináljuk. És utána kéz is teszünk az ételünkkel. Elkészült ez a finom kis levesünk, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, illetve egy megosztást, egy lájkot megköszönünk, és tekintsétek meg a régebbi videóinkat, mert ott is találhattok nagyon sok finom receptet. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, találkozunk legközelebb, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!